Milyen emlékeket idéz fel egy izraelita anyakönyv? Ezzel a címmel tartott tájékoztatást az érdeklődőknek Kertész Gábor. A magyarországi zsidóság családi hagyományairól, a névadási szokásokról, a családfakutatás segítő források közül az anyakönyvekről és más fontos dokumentumokról szólt. Elért a zsidóság egy olyan történelmi szituációban, amikor az állami rendeletek előírták azt, hogy, és ez II. József türelmi rendelete után, az 1770-es vége után következett be a monarchiában, amikor a hivatalos okiratokban nem volt már szabad használni a hébert és a zsidó német, vagy a közismertebben a jidis nyelvet, és miután az anyakönyvre az államnak szüksége volt, hát ha más nem mondjak, a katonaság szempontjából, ugye nyilvántartás szempontjából, ezek hivatalos állami okiratnak számítottak, és így egy bizonyos korszak után magyar nyelven töltötték ki, vagy éppen német nyelven, vagy éppen cseh nyelven, tehát ami a monarchiában megengedett volt, és kettős anyakönyvet gyártottak, hogy így mondjam, készítettek az anyakönyvvezető rabik. A magyar adatok mellett a magyar név alá a saját anyakönyvbe beírták a héber megfelelőt. A levéltáriban nem biztos, hogy ez szerepel. A nyíregyházi zsidó hitközségben egyetlen eredeti anyakönyv sem maradt fenn, miután templomuk leégett, illetve az ortodox templomban gettó és kórház is működött, tömegével tűntek el a dokumentumok. Akinek sok ideje van, és már belekezdett a családkutatásba, az tudja, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú út, ahova nagyon sokféleképpen lehet közelíteni. Mi eddig a szakembereket kértük meg arra, hogy mutassák be azokat a forrásokat, amelyeket használni lehet. Most pedig egy olyan kis kurzust indítottunk, ahol a családkutatással, vagy éppen a forrásokkal foglalkozó nem szakemberek mondják el a véleményüket, tapasztalatukat, és adnak tanácsot ahhoz, hogy hogyan kezdjünk hozzá ezeknek az iratoknak a kutatásához. A fellelhető zsidó nevek feloldásához, az adatbázisba rendezéshez kérte a levéltár a nyíregyházi zsidó hitközség segítségét. A kézzel írott régi héber vagy jiddis nevek ugyanis nehezítik a témában laikus kutatók munkáját. A mai keresések, kutatásoknál sokszor kérdezik, hogy mi volt a héber neve, XYZ-nek, mert valamiért kell. Ez egy belső vallási dolog, biztosan szükségük van rá. És mi derült ki az igazgatónővel történt beszélgetés után, hogy még szakembereken belül is egyfajta laikusság uralkodik ebben a tekintetben. Röviden, az anyakönyvben lévő héber név és a magyar név között legfeljebb valami hangulati összecsengés megtalálható, ez nagyon bonyolult, és nem mennék részletekbe, de nyelvészetileg semmi közük nincs hozzá. Mondok egy példát. Igen. Ha én mondjuk abban a korban születtem volna, amikor ilyen anyakönyv kötelező lett volna a hitközségen belül, akkor én mondjuk Kertész Gábor született, stb., és alatta benne lett volna a zsidó nevem, Eliezer ben Haim Alter. Puff. Na most erre az utóbbira nagyon nagy szükség van a vallási életen belül. Fél száz körüli anyakönyvvel dolgoznak a jövőben a levéltárosok. Na, az tudható, hogy férfi és női nevet különböztetnek meg, biblikusnak tűnő nevek ezek. A hagyomány szerint nem illett élő személy után elnevezni az újszülöttet, az elhunytak, nagyszülők, dédszülők emlékére volt szokás a névadás, tehát nemigen találkozhatunk a zsidó családokban olyannal, hogy egy fiú az apja után kapta volna a nevét.